Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feltetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amelyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát felsége dicsőségére mi, akik már korábban is a Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözd légy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta, ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki, a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
Szeretett testvéreim! Az advent misztikus homályán a mai reggelen átragyog egy különleges fény. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szent Szűz fogantatásának első pillanatától mentes volt az áteredő bűntől, de később sem követett el bűnt. Ezért nevezzük őt szeplőtelennek, mert teljesen tiszta ő, tökéletesen átragyog lényén Isten dicsőségének fénye, s e fényben egyre inkább felismerhetjük önmagunkat és utunkat Isten felé. Szeplőtelen fogantatás ünnepe nem összetévesztendő gyümölcsoltó boldogasszony ünnepével, amikor Gábor angyal hírül adja Jézus születésének örömhírét, és Mária igénye által méhében az ige testé lett. Valójában ez Jézus Krisztus ünnepe, de ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen a mai ünnep is a mi Urunk ünnepe, hiszen Mária érte teremtetett. Mária Jézusért van. Az Isten fia, a szentség és tisztaság ősforrása nem születhetett mástól, csak attól, aki maga is teljesen tiszta, szűz és szent volt. Aki mentes az ősbűn szennyétől, és kegyelemmel teljes. Így Mária, mint egy elővételezte Krisztus megváltásának kegyelmét. Ő érte fogantatott szeplőtelenül, ő érte született és érte élt. De ugyanezt elmondhatjuk kivétel nélkül az összes Mária ünnepről is. Mert Mária mindig Jézusra mutat, Jézushoz vezet. Személyében és élete minden eseményében Jézust tükrözi vissza, akinek előbb anyja, majd tanítványa és társa lett, a megváltás megrendítő isteni művében. Társa olyan értelemben, hogy teljesen befogadta a megváltás kegyelmét, mint egy az egész emberiség nevében. Jézus az Isten ember szerezte meg a megváltást, nem Mária, ez igaz, de Mária elfogadta a megváltást. Igent mondott rá, és ezt az igent egész életével megerősített. Mária azt adja tovább, amit kapott. Közben járunk ő Krisztusnál, és részt vesz a kegyelmi kincsek kiosztásában. Grignon Szent Lajos mondja róla ezzel kapcsolatban, hogy távol áll Máriától, hogy egy lelket magánál tartson, hanem Istenhez vezeti, s mennél bőségesebben kapcsolódik a lélek Máriához, annál tökéletesebben egyesíti vele, azaz Jézus Krisztussal. Igen, mert a szeretet titkát ő ismeri a legtökéletesebben. Ezért igen közel áll hozzánk. És szükségünk van rá, mint hogy a gyermeknek is szüksége van az anyjára. Bár Mária teljesen szent és tökéletes, és egyedül álló kiváltságai vannak, ő az anyja, az Isten anyja, a mennyország királynéja, mégis annyira emberi, és annyira anyai ő. És bár bűntelen volt, de neki sem volt könnyű élete. Sőt, még nehezebb volt, mint bárkinek. Sokkal többet szenvedett, mint bármelyikünk.
szenvedése egy volt Krisztus szenvedésével. Ezért tőle nem félünk, nem titkoljuk el előle bűneinket, nem szégyelljük gondjainkat, bajainkat, mert egy szerető édesanya mindent megért. Példaképünk is ő a legtökéletesebb példa. Ha Mária fenséges életét szemléljük, egyre inkább magunkra ismerünk, és gyönyörűen kirajzolódik saját hivatásunk is. Hiszen Mária értünk is van, ahogy ő Krisztusért van. Az anya a gyermekért van, mindent feláldoz érte szeretetből. Szeretettel neveli, egyúttal szolgálja is őt, hogy mire eléri az érett kort, hasonlóvá váljon hozzá. Égi édesanyánkhoz hasonlóan nekünk is várnunk kell őt életünk adventjének szentséges csendjében. Felismernünk őt, a világ megváltóját, lelkünk mélységében igent mondani neki. Hordoznunk kell őt, akárcsak a szűzanya, újjászületnünk általa is folyamatosan alakulni az ő képmására. Követni őt, együtt működni vele, társává válni a megváltásunk művében, tanúságot tenni róla, és imádságos, szolgáló szeretetben munkálkodni az ő országáért a világ végezetéig. Ó Mária, az Úr alázatos szolgáló leánya, minden kegyelem édesanyja, ha te utadat szeretnénk követni, ami biztos, ami tökéletes, és nem veszítjük el az irányt. Nevelj, taníts minket, légy velünk életünk küzdelmeiben, mutass utat, hogy célba érjünk. Adj erőt, hogy a te igened legyen a mi igenünk is. Amen.